Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön végre az Update 18, a Second Dream kijött. Ugye ez a story már az Update 14-ben hintették el, és végre itt van, és végre megtudhatjuk, hogy kik a tenők, mik a tenők, honnan jöttek. Úgy elárulnak mindent és semmit gyakorlatilag, de nagyon sok mindent megtudhatunk már a tenókról, úgyhogy most jön a teljes végigjátszás, nem muszáj végignézni, de ajánlatos oda tekerni a végére. Én elmondom most az egész történetet, hogy értsétek mindazoknak, akik szeretik a Warframe univerzumának történetét. Úgyhogy most jöjjön a történet, el fogom mondani az egészet, hogy miről szól és hogyan keveredünk mi ebbe az egészbe. És az egyet meg kell hagyni, hogy kurva jó volt és nagyon érdekes, és van egy másik videóm, ahol összefoglalva elmondok mindent, amit az Update 18-ról tudni kell. De addig itt, most ebben a videóban csak és kizárólag a történetre fogok fókuszálni, amit gyorsan elmondok, hogy értsétek, és ha van kedvetek, végignézitek, de ajánlom, nézzétek végig, mert jó a játékmenet, és érdekes a történet. Na most, a történet ott nyílik, hogy van egy ilyen kis intro, The Meeting címmel, és ahol a Stalker besétál egy szentientekkel körülvett szobába, és ott van egy szentient, akit úgy hívnak, hogy Hunhao, és ez a szentient kb. A világok pusztítója a szentientek között. Ez a Hunhao azt mondja Stalkernek, hogy ő rájött, hogy mi a Warframe-eknek a gyengesége, és magától a Lotustól tudja ezt kb. Ugye ez a titok az, amit a Lotus anno elrejtett a szentientek elő, hogy ne pusztítsák el a Warframe-eket. És összeszövetkezik a Stalkerrel, ad neki új kardot, új cuccokat, minden, és a Stalker valami gecire jól néz ki, az biztos. És összeszövetkeznek a Stalkerrel, hogy elpusztítsák a tenóknak ezt a gyengeségét, amit direkt nem árulok még el. És a Stalker elindul a vadászatra, hogy megtalálja ezt a gyengeséget, közben a Lotus felveszi velünk a kapcsolatot, és figyelmeztet minket Hunhóról, erről a Hunhao-ról, és hát utána küld, hogy kiderítsük, hogy hol van, hogy megpróbáljuk megtalálni. És ugye kapcsolódik az egész a Nata Questhez, ott vesszük fel a történetet, ahol a Nata Quest nagyjából abba maradt. Úgyhogy senki nem fogja tudni megcsinálni ezt a küldetést, amennyiben nem csináltátok meg a Nata Questet. A Nata Questet az Uranuson tudjátok a legkönnyebben elkezdeni. Ha be kell szkenneljetek egy szentientet, a szentientet ha beszkennelitek, akkor elindul a Nata küldetést. Erről is nézhettek videót a csatornámon, a Nata Questről. Ha elugortok a csatornámra a Warframe lejátszó listába, akkor ott lesz. Na most. Folytatva a történetet, Spy Mission-nel kezdünk, ahol elkezdünk nyomozni a Hunhao-nak a darabjai a teste után, gyakorlatilag, mert a Grineerek az előző Nata Questben őt kiszabadították az egyes testre, és kiderült, hogy Hunhao annyira erős, hogy a testrészét külön-külön tudja irányítani, és annyira erős is, hogy magának a Lotusnak is képes gondolatai közé beférkőzni. Na most az információkból természetesen kiderítettük, hogy hol találhatók ezek a testrészek, miközben a Lotus kap egy ajánlatot, hogy valaki segíteni akar neki, és kiderül, hogy ez a segítő nem akar nekünk elárulni ki ez, de később kiderül, hogy ez a segítő ez maga Alad V, aki fog nekünk segíteni útunk során, mindjárt elmondom, hogy miben. De közben a Lotus, ugye a Lotusszal fölveszi a kapcsolatot maga Hunhao, és megpróbálja meggyőzni, hogy visszajön a szentientek oldalára. Természetesen a Lotus nem akar, és mondja a Hunhao-nak, fogadkozik arról, hogy hát soha nem fogja kideríteni azt, hogy mi a Warframe-eknek a gyenge pontja. És Hunhao mondja, hogy semmi baj, mert mivel hogy beférkőztem a gondolataidba, már tudom, hogy hol található a gyenge pontja. És akkor itt ugye szó elakad, jön Aladvé és segít neked, elvezet egy helyre, Aladvé segítség, hogy eljutsz egy helyre, ahol van egy portál, egy Voidnak eddig ismeretlen részébe, és odáig üldözöd a Stalkert, és ez a portál előtt találkozol az első szentient ellenfeleddel, mocskos egy ellenfelek, mert amint elkezded sebezni őket valamelyik fegyvereddel, alkalmazkodik hozzá, és onnantól kezdve nem tud már sebezni, és akkor elő kell vegyél másik fegyvert, és úgy kell sebezned, és legyőznöd. Érdemes erős fegyvert vinni, és erős karaktert. Na szóval. Ugye átmész a poltáron a Voidnak egy eddig ismeretlen részébe, és ott találsz egy navigációs rendszert, és kinézel az ablakon,
És ott a hold, az meg, és kiderül, hogy anno a Lotus úgy rejtette el a Warframe-ek gyengeségét, hogy elrejtette a tetves holdat. Tehát az egész holdat elrejtette a Voidban, tehát egy történelmet írt, hogy kitörölte a holdat az emberiség történelmében a Lotus úgy, hogy ő elrejtette a holdat, mert hogy ott található a Warframe-eknek a gyenge pontja, nem magát egy gyenge pontot rejtette egyenesen, hanem az egész bolygót. Úgy, hogy van, és az egész holdat. És ugye Aladvén számára is ott kiderül, hogy mi a patch, tehát hogy mit nem csinált a Lotus, és hogy mennyire durva mozdulat volt ez, hogy így elrejteni a holdat, de tényleg elég durva mozdulat volt, kurva jól néz ki a hold, így a távolból is, látni fogjátok a képeken, epika jelenet, és kiderül, hogy a Stalker az mindig egy lépéssel előttünk van, mert a Hunhao irányítja őt, és hát mondja neki, hogy mit, merre, hány, merre, hova menjen. És ugye mi utána kell menjünk a holdra, és utána megyünk a holdra, nagy nehezen, elkapjuk, hát nem elkapjuk pontosabban, leszar minket magasról, mert tudja, hogy esélyünk nincs ellene. Oda megyünk a holdra, és ugye amiközben próbáljuk megmenteni azt a titkot, ami a Warframe-eknek a gyengeség, ami a holdon van elrejtve, miközben a Stalker így pusztítja a holdat kb. Próbáljuk megelőzni a dolgokat, és így, hát mi is instabilizáljuk a holdat a pályáról útközben, tehát ilyen feladatokat kell csinálni, de hogy csináljuk a feladatot, és egyszer csak adott pontján a feladatoknak megjelenik a Stalker, de ez, barátaim, nem ugyanaz a Stalker, akit mi ismerünk a Warframe-ba, ez képes lezúzni az agyadat, úgyhogy én Sancti Tigrist vittem, hál' Istennek jó döntésnek bizonyult, ugye a Sentientek ellen jó döntésnek bizonyult, Stalker ellen is jó döntésnek bizonyult, nálam volt még a Mios, az egyik új fegyver, úgyhogy lőttem bele egy párat Tigrissel, és utána lekardoztam, és úgy sikerült elmenekíteni, tehát elijeszteni, nem megölni, mert nem öljük meg a Stalkert, nem, ez nem ugyanaz a sztori, és akkor tovább csináltam a küldetést, elértem egy szobába, ahol van egy őr kocka, ez az őr kocka nagyon csúnyán lő rád, ez ott őrzi azt a valamit, ezt a titkot őrzi. Na most ebben a szobában van 4 oszlop, amit el kell pusztítani, de te magad nem tudod elpusztítani, csak az őr kocka tudja maga elpusztítani, úgyhogy bele kell állnod, a sajnod kell, hogy az őr kocka meglőjön, hogy elpusztíthass, hogy elpusztíts ezt a 4 oszlopot, és gyakorlatilag kikapcsolja önmagát, mert egyszerűen neked a fegyvereid nem hatnak erre a 4 oszlopra, és hát rá kell venned ezt az őrkockát, hogy belelőjön az oszlopokba, az a lényeg itt ennek az egésznek. Na, és ha rávetted, és lelövetted vele mind a 4 kockát, ami elég macera volt, akkor kijön ebből a szobába, kijön egy szék, és abból kiesik egy alak bőrszerkóban. Kiesik egy alak, az anyag nem látja az arcát, nem tud, hogy ki az. És adott pillanatban megjelenik a Stalker, beléd fagy a vér, és Hunhao mondja neki, hogy pusztítsd el. És a Stalker valamiért nem tudja megtenni, és mondja neki Hunhao, hogy gyenge még benned a gyűlölet, kedves Shadow, vagyis árnyéknak hívja a Stalkert, gyenge még benned a gyűlölet, és egyszer az a fekete alak, bőrszakos alak, fölemeli a kezét, és elkezdi forgatni, és ugyanabban a pillanatban a Stalker is megteszi ezt. És először azt hinnéd, hogy így a Stalkernek valami ényét szabadítottad ki, vagy így nem tudom, de valójában nem. Valójában kiderül, hogy a holdon maga a Tenno volt elrejtve. Te magad voltál elrejtve a holdon, maga a Warframe-nek az irányítója. Szóval te magad, mert a Warframe-ek gépezetek egy páncél, ami harcra van teremtve, és a Tenno, aki irányítja. És a Tenno maga volt elrejtve, te magad voltál elrejtve a holdon, és a Stalker azért nem tudott megölni, mert a Tennónak még mindig van egy kis befolyás a Stalker fölött, mert a Stalker egy öntudatra ébredt frame, mondhatni így, amelynek a küldetése ugye, hogy megölje a Tennókat, megölje a frémeket, mert ugye árulónak tartja őket, mert annó ugye a Sentientekkel való háború után a frémek fellázadtak, a Tennók fellázadtak a készítőik ellen, és a holdon, amikor a holdon majd hallasz is egy ilyen párbeszédet, hogy egyik hang elpusztítani akar őket, a másik megvédeni akar őket, egyik azért, mert veszélyesek és erősek, a másik azért, mert ők is megérdemlik az életet, és a végén a Lotus volt az, aki elrejtette őket, a Tennókat ugye, és a frémeket össze-vissza a galaxisba, a Tennókat meg hát a holdon, gyakorlatilag, és a holdat meg elrejtette a Voidban.
És ugye a Stalker emiatt valamiért nem bírja megölni, és akkor ugye betölt a videó, és az új űrhajódban lesétálsz hátra, és ott a szoba, és ott van egy operátori szék, ahova behelyezheted a tenódat. De nem ilyen egyszerű a sztori, mert ott is megjelenik a Stalker, és hát elkezd úgy ultizni, mint az Excalibur, mondhatni így, és miután legyőzöd a Stalkert, úgy kell legyőzni a Stalkert, hogy ugye miközben a karodban van a tenó, mert betennéd a izébe, fókuszálni tudod az energiáidat, balklikkel, tehát célzol és lősz című történet, és az ultiába kell belelőni, és akkor nem fog újra mindig hátra-hátra, és ezt háromszor kell megismételni, és a végén, mikor már belehelyeznéd az operátort a székébe, hogy a méltó helyére, mondhatni így, megjelenik megint a Stalker, így ellök a földre, téged ellök a Warframe-ettől, magát a tenót, most már így fogom mondani, hogy a tenót ellöki a Warframe-től, a Warframe összeroskod, mert nincs benne energia, a tenó próbál odamászni, hogy energiát adjon a Warframe-nek, és Stalker egyszer csak megjelenik, így ránéz a tenóra, a tenó megijed, és elkezd hátrálni, és közben mondja neki Stalker, hogy nézzél rá, csak egy üres gépezet, nincs benne éles, se semmi se érték, és fogja, és az új baszod nagy karját így beleszúrja a Warframe-be, és te meg így ott állsz, hogy mi a pöcs, de tényleg, és oda megy a tenóhoz, hogy felemeli egy kézzel, és elkezdi folytogatni. És egyszer csak valami történik, életre kell a Warframe, kihúzza magából a kardot, és így eltűnik a Stalker, valami oknál fogva eltűnik, amiután kihúzta belőle a kardot. És nem tudni, hogy miért, utána látunk egy jelenetet, hogy valaki felemeli a tenót, és beleteszi az operátori székbe, és kiderül, hogy az a Lotus. És végre láthatjuk a Lotus teljes egészében. Na most, hogy a Warframe maga öntudatra ébredt, és úgy húzta ki a kardot, vagy maga a Lotus vette át az irányítást a Warframe fölött, és azért húzta ki a kardot, és hogy mi történt, azt nem tudjuk, mert hogy van-e maguknak, a Warframe-nek valahol a saját akarata, mint ahogy a Stalkernek is van, és vagy a Lotus vette át az irányítást a Warframe felett arra a pillanatra, hogy kihúzza magából a kardot, nem tudjuk, de megkaphatod a kardját, legalábbis a kardjának azt a darabját, ami letört, a Stalker kardjából megkaphatod. Ha elmész valamelyik relébe, mondjuk a Merkur relébe, bemész Szudához, nem csinál semmit, csak kijössz Szudától, visszajössz az űrhajóba, kapsz egy üzenetet, hogy a kardját, te a Ordisztól kapsz egy üzenetet, hogy a kardját ő megtalálta, majdnem kidobta, de most ott van az arzenálban a kardjának egy darabja. Előbb-utóbb úgy néz ki, hogy össze lehet rakni a teljes kardot. Na most, ugye, a Lotus behelyezi az operátort a székbe, és kiderül a sztoria a Warframe-eknek, hogy ők annó voltak, megvívták a háborút, erősek voltak, és félt tőlük mindenki, ezért is akarták őket elpusztítani, és végül a Lotus volt az, aki felszabadította őket, és elrejtette őket, és kiderült, hogy régen volt 5 frakció, ez az 5 frakció, ez különböző stílus képviselt. És most megadatik neked, hogy válassz egy frakciót, amit én fel fogok nektek olvasni, és lefordítok magyarra, és hogy értsétek, hogy mit választotok. És kiválaszthatjátok, hogy mit szeretnétek választani. Úgyhogy most jöjjenek ezek a frakciók, én fel fogom nektek olvasni, hogy melyik mit akar. És hát gyakorlatilag eldönthetitek, hogy mit választotok. Szerintem érdekesek, és lehet fejleszteni majd magukat, a tenókat is, de erről miután felolvastam, hogy mit lehet választani. Szóval az első frakció a Naramon. This discipline focused on knowing the enemy and the tactics of Naramon, believed that truly understand the foe would confer the greatest advantage upon a warrior. A Naramon tehát azt képviseli, hogy minél jobban megismerik az ellenfelüket, minél jobban tanulmányozzák az ellenfelüket, úgy fognak előny szerezni fölöttük. Így lehetne lefordítani az ő képviseletüket. Tehát ők ilyen bölcs ágnak lehet mondani. Van a Vazarin. They train to counter the enemy and move with an opponent's attack in order to nullify them. They maintain constant awareness in order to defend against all aggression. Ők olyanok egy kicsit, mint az Aikidónak a leírása, hogy
az ellenfélnek a taktikáját és támadását használták fel arra, hogy legyőzzék őket. Tehát az ő taktikájukat használták fel arra, hogy legyőzzék, az ő energiájukat fordították ellenük magyarul. Ez a Vazarin. A Madurai, they follow the path of engage the enemy, their swift and compromising onslaught, holding nothing back but and reckless attacking their foes could vanquish an opponent before he had chance to steal himself speed and savagely characterize this code. Na most ezt a Madurait, ezt erő és sebesség jellemezte ezt az iskolát. Ők arról szóltak, hogy még mielőtt bármit is tudott volna az ellenfélők, letámadták és kivégezték. Tehát ők egy agresszívabb támadó fajta iskola, mondhatni így, egy kaszt. Tehát ők megelőzték a támadást úgy, hogy megsemmisítették az ellenfelet gyakorlatilag. A Zenurik. They believed the clearest path to victory was to dominate enemy. They sought to choke an opponent of all resources that sheer strength could erase any resistance. A Zenurik magyarra fordítva arról szólt, hogy ők hittek abban, hogy ahhoz, hogy elpusztítsák az ellenfelet, arról szól, hogy dominanciát szereztek fölöttük azzal, hogy megfosztották őket minden nyersanyagoktól, mindentől, ami erősítette őket, és ugye ez maga a nyersanyag, a resource, és az, ami erősítesz egy ellenfelet, és attól megfosztva az ellenfél gyengévé válik, és legyőzhetővé. Ez az Enurik, az Unairu. They push themselves to outlast the enemy, to withstand all aggression without retreat. They believe that if the enemy could not match their endurance, then a battle could be won without having commenced. Gyakorlatilag az Unarit úgy lehetne lefordítani, hogy olyan szinten fejlesztették magukat, és kitolták a tudásukat, hogy egyszerűen fölökerekedtek bármilyen ellenfélnek. Tehát olyan szintű erejük volt, hogy ez már bele se kellett kezdeni a csatába, hogy tudjuk, hogy ki nyeri meg, olyanok voltak gyakorlatilag, hogy a képen is látunk, mint egy hegy, tehát nem lehetett velük mi kezdeni, annyira fejlesztették magukat, hogy annyival legyenek erősebbek. Nagyon beteg, én a Zenurikot választottam, nekem az a leírás tetszett a legjobban, mert nem tudom, egy ilyen játékos fajta vagyok, aki ilyen taktikára hajt. Na és most ugye ezeket egyiket kiválasztod, kaphatsz ilyen skillfát. Látod egy skillfát, amit fejleszteni kell, és látod azt is, hogy nem olcsó a fejlesztés, hogyan kell fejleszteni, jöjjön most gyorsan. Elmondom, a quest végén kaptál egy egy ilyen fókuszt, egy lens fókuszt gyakorlatilag, és ezt a lens fókuszt veheted úgy, mint egy orokin reaktort, vagy mint egy formát, vagy mint egy orokin katalisztot, mert lényeg, ami lényeg, bele tudod rakni a warframe-edbe, ha plusz, ha 30-as szintű, a fegyverétbe, ha 30-as szintűek, és ezek azt csinálják, ezek a fókusz lenszek, hogy fókusz gyűjtenek neked, ezzel a fókusszal fejlesztheted magát a tenót és képességeit, ugye? Na most, ez a focus lens, ez azt csinálja, ha már egyszer beleraktad a frame-edbe vagy fegyvereidbe, hogy az affinity pontjaidat, amit 30-as szint fölött gyűjtesz, az affinity pontjaidat átkonvertálja fókuszba, hogy fejleszthesd a tenódat. Játék közben ugye a tenót elő lehet hívni az ötös gombbal, és lehet aktivizálni a képességét. Az enyém például azt csinálja, hogy fölemeli az ellenfeleket a levegőbe, mint az Oberon kb., csak nem ejti le, hanem ott tartja őket. Visszatérek a Warframe-embe, és szétlövöm őket, és majdhogy nem kétszer annyi nyersanyagot dobál le. Ezt csinálja. Valamelyik olyan többieknél láttam, hogy elpusztítja az ellenfelet, de egy ilyen lézerrel így kilövi, azt hiszem az a Madurai. Lesz. A többiről nem tudok még nyilatkozni, majd a többieknél kiderítem, de minden esetre elő tudod hívni, és gondolom, ha fejleszted a képességet a tenónak, egyre erősebb és egyre több képességet is fogsz tudni bekapcsolni. Na most. Ennyi lett volna ez a videó, sok sikert a tenó fejlesztéséhez, nézzétek meg a csatornámon az Update 18-ról mindent című történetet. Ahol röviden és logikusan próbálom elmondani, hogy miket kell csinálni, de ennyit a sztoriról, szerintem nagyon jó volt, nagyon igényes, egy ingyenes játékhoz képest ennyi energiát fektetni egy ilyen minőségi
Hát egy ingyenes játékhoz képest, tehát ilyen, tehát, jó, esküszöm, tehát megjelent most a Star Wars Battlefront, valahol ez a játék többet nyújtott tartalomban, mint a Star Wars Battlefront. Ez mondjuk logikus, tehát így elképesztő, elképesztő ebből a szempontból, és nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült a történet, a sztori, sok bugot nem fedeztem fel benne, de biztos, hogy van, mert már jött egy update rögtön, sokáig update-elik, az biztos, még, de jó volt a sztori, végre megtudhattuk ugye, hogy honnan erednek a tenók, hát az természetesen nyílt titok, hogy hát a szentértekkel vívott háborút nyerték meg nekünk, fellázadtak a készítőik ellen, ők azért lettek készítve, hogy megvívják a háborút helyettünk, fellázadtak a Lotus elrejtett őket, stb. De, mint mondtam, mindent és semmit kaptunk, megint csak a történet nem hiszem, hogy nagyon le van zárva, lesz ennek még valamilyen folytatás, és lennie kell, hogyha fenn akarják tartani a Warframe iránt érdeklődést a játékosoknak. Na, ennyi lett volna ez a videó, ugorjatok el a csatornámra, nézzétek meg az Update 18-as videót, ha van kedvetek, hogy képbe legyetek az új Warframe-mel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Of my father, destroyed in the old war. I can use it to see him. I see the stalker stronger, and how his voice within him. I see the reservoir, but I feel confusion. He doesn't know, unless... Oh no! Thank you, daughter. Fear has baited you to the snare. What was secret is now known. Your Tenno, their touch. I now see the womb of the sky. My shadow now walks the path. What have I done? Get out of there, Tenno. Yes, yes, hurry, Tenno. But be careful. Last time you got close with the settings, you wiped out an entire civilization. But you don't hate.
you connected to Hun House Fragment. Hun House saw a path to the reservoir, but right through here. He cannot reach it alone. He will have to stop her to do it for him. This needle pierces the sky. Not how will we find the Tenno heart with it? These puppets will not stop me. I will attack in many forms. Impressive. These sentient fighters appear to adapt to damage. I'd love to grab one open and see what makes it easier. It has developed immunity to your attacks. Try something different. Incredible. The Stalker has built void keys. Use this one to reopen the portal before more sentient fighters come. The void is poison to them. Cross the threshold. Go now. The sentients cannot follow. Oh, don't you just hate that feeling? Here's my stuff. Let's see where you've landed. Find them now. Sweet prophet. The moon exists. It was in the void all along. I knew the Lotus was powerful, but this, she erased history. We thought it was destroyed all this time. My, Lotus. You make a fine villain. And the reservoir with it. Very clever, Nanta. Shadow, your path is clear. Hun House found it. The reservoir, hidden in the void. A place sentients can never reach. We must do everything to keep it there. It's the only way to keep the Tenno's power alive. Found the reservoir. It's unpleasant as our past is. I have to ask. I've seen inside the Tenno mills, and what I found didn't make sense. Does this reservoir conceal some great deception? Everything I have done was done to protect them. The void is forbidden to the sentients. It's our only protection against them destroying the Tenno. Do not let Alec distract you from your mission. They don't know the truth, do they? How sweet. The betrayers get what they deserve. Lies from their omnipotent mother. I have detected a ship leaving the tower. It's the Stalker. He's on his way to the moon. You need to find a way to get off this tower and onto the moon.
his orders and not until they can shut that void. Keep talking, Morrigan called Alad V. Your silence soon comes. The sky will be as it was meant. The shadow returns to moon. The reservoir swells with tenable blood. No more. Stalker is heading toward the void control room. Track the collapse the void, Shadow, so that my fragments may attack. The Tenno hearts will beat their last. No. If the void is collapsed, the reservoir will be destroyed, and you and the rest of the Tenno will be lost. Get to the void control room and stop the Stalker. Yes.
might collapse. Oh no, it would be such a shame to lose the moon so soon after finding it. Of course, you could just put it back in its rightful place, couldn't you? I didn't want to have to do this, but the collapse is imminent. If the reservoir is to survive, we need to pull the moon out of the void. Here, help me disrupt the void compasses to reorient the moon. Another compass needs your shield's power. Get close to the void compass. Compasses are all destructive, but there's one more step. Get to the pendula. Hurry. What was that? Orican, the noise you make will cease now and forever. Oh, that house found me. Sorry I can't stick around to see how this all ends, but I've got to save my own skin. Don't forget our deal, Lotus. Pendula, keep the moon stable in the void. Power them down.
extraction as quickly as possible. We could heal them. Maybe they're meant to save us. Stalker is heading toward the void control room. Track the... Collapse the void, Shadow, so that my fragments may attack. The Tenno hearts will beat their last. No. If the void is collapsed, the reservoir will be destroyed, and you and the rest of the Tenno will be lost. Get to the void control room and stop the Stalker. Thank you.
It would be such a shame to lose the moon so soon after finding it. Of course, you could just put it back in its rightful place, couldn't you? I didn't want to have to do this, but the collapse is imminent. If the reservoir is to survive, we need to pull the moon out of the void. Here, help me disrupt the void compasses to reorient the moon. Another compass needs your shield's power. Get close to the void compass. Compasses are all destructive, but there's one more step. Get to the pendula. Hurry. What was that? Orican, the noise you make will cease now and forever. Oh, that house found me. Sorry I can't stick around to see how this all ends, but I've got to save my own skin. Don't forget our deal, Lotus. Pendula, keep the moon stable in the void. Power them down. Oh,
heal them. Maybe they're meant to save us. From a void collapse, but Hunhao can now attack the reservoir directly. He must not reach this sacred place. Shadow, bleed the reservoir until it is desert dry. This will stop the voices from taking hold. You will have to keep them. Join with me. Destroy your shame. Become the one I love. Become Nata once more. So shame on you! You Orokin! So perfect on the outside, but you are rotted through and through! Seven hands raised. For your apostasy, the judgment is death. Margalef, why? It's about the other rejects we consigned to Lua a few years ago. They're calling it transference. I know we are desperate, Executor, but these aren't Dark soldiers. These are golems possessed by devil minds. Thank you.
tree. Not of what you are, but of what you want to be. But you're more vulnerable than ever. Get back to your ship, now. You need to focus your mind to unleash your true power. Excellent work, Tenno. I don't know how much time you have. Descend into the heart of your orbiter. There you will find the somatic link. Stalker, how? Get past him. Get to the lake.
protect me. Focus your energy. Get past the stalker. What is this?
now we fight on two fronts, my child. The war without, and the war within. How do you feel? I'm confused. I thought I was... I know. Forgive me. This is who you really are, a Tenno. More than human, but once a child like any other. What do you remember? A jumble of words, numbers. I must have known everything about Tao. Our teacher loved when I corrected her. Memories from your time aboard the Zeremin 10-0 before the void jump accident. It was years before the ship was recovered. It was drifting dead in space, all her crew gone, except the children. We were dangerous, broken. Every time they tried to fix us, someone always got hurt. I wish I could have saved them. I wish I could have taken their fear away. You were so brave, but the Orokin were afraid of you. The void had changed you, and you couldn't control it. No one could. They were about to destroy the orphans of 10-0, but Margulis, she loved you. She found a way. In dreams, we could control it, focus it. So she made the pods, her favorite flower. She said sometimes something beautiful can grow out of something ugly. The Orokin murdered Margulis, used her work to create transference. Your mind projected into a surrogate strong enough to withstand your power. It felt like waking up, but it was just a lucid second dream. There was a sense of it, but we set fear aside. I remembered what fear did, how it turned them against us. I vowed never to be controlled by it. I was going to live or die with honor. And so you became Tenno, serving the Orokin, but bound by honor. As the Tenno grew, they founded great schools, the Tenno Ways. Do you see yours? See a crystal refracting the moonlight. The way of Zenric. We believed the path to victory was to dominate the enemy. That strength of spirit could overcome any resistance. Zenric will be your focus. But we have so much more to do. Here in the Orbiter, transference will be even stronger. Command the warframes. Make whole this shattered world you've been given. Are you ready, Tenno? Yes, Lotus.